Köszönöm szépen. Pontosan 4 óra van, a távolból harangzúgás hallatszik. Elkezdjük a mai eseményünket, egy könyvbemutatóra érkeztek. Szeretettel üdvözlünk mindenkit itt a teremben, a Tudományos Akadémia könyvtárának 2. emeletén, illetve a számítógépek előtt szerte a világban. Egy többszöröse hibrid eseményen vagyunk részben. A helyszínen lesznek szereplők és megszólalók, részben a világ különböző pontjairól jelentkeznek be virtuálisan a kedves vendégeink. Az esemény alapvetően magyarul zajlik. Azok a meghívottak és megszólalók, akik angolul szólalnak hozzá, rövid összefoglalásban próbálom megosztani a jelenlévőkkel az elhangzottakat, illetve az ő megszólalásuk előtt azt, hogy éppen hol tartunk az eseményben, számukra angolul próbálom meg összefoglalni, hogy mi történt eddig magyarul. Emiatt is, ugye nyelvi szempontból is, meg vizuálisan is hibrid eseményen vagyunk, egy nagyszerű kutató, remek könyve kínál erre alkalmat. A kutató Nagy András, a Kőszegi Felsőfokú Tanulmányok Intézetének kutatója, szobatársam, én magam Zé Karvalics László vagyok, történész. Nagy öröm a hatalmas kutató munka után egyben látni ezt a különleges teljesítményt, amit majd először azok méltatnak, akik hozzásegítették Andrást ahhoz, hogy ez a mű elkészülhessen, és politikusként megfelelő módon képeznek kontextust egy történeti műhöz. Greetings for all our foreign colleagues on the other side of the internet. When you will come, I will try to briefly summarize the Hungarian part to be able to join to the conversation. Mielőtt azonban bárki megszólalna, átadom a szót az intézet igazgatójának, Miss Livens Ferencnek, hogy nyissa meg az alkalmat. Nagyon szépen köszönöm, László. Azt szeretném tudni, hogyha beszámolnál nekünk arról, mert mi csak téged látunk, ugye teremben kik vannak még? Mihez beszélünk, mert mi 5 embert látunk, egymást látjuk. Értem. A teremben a meghívottak közül Németh Zsolt urat és Nagy András urat lehet látni az asztal mögött. És nagyon sok maszk, üdvözöljük. Igen, és nagyon sok maszk látható a nézőközönség részéről, de az, hogy ők mosolyognak, ez a maszk hordásával együtt is jól látható. Nagyon, nagyon örülünk. Nem tudom, hogy lehet-e majd kapni egy bevágást, egy kameraképet, hogy ne érezzük magunkat elveszve itt a cyberspace-ben, az online térben. Mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Én nem a könyv méltatására vállalkozom, mert nálam sokkal avatottabbak vannak, csak nagyon szeretném üdvözölni ezt a helyzetet, ezt a pillanatot, hogy sikerül bemutatnunk a könyvet annak ellenére, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, amilyen helyzetben van a világ, és ami most egyre inkább Magyarországot is, hát ha úgy tetszik, maga alá gyűri, vagy legalábbis nagyon erősen befolyásolja az életünket. Én szinte a folyamat kezdetétől, vagy legalábbis elég régen figyelemmel kísérem ennek a könyvnek a születését, és azt a heroikus, kitartó és nagyszerű munkát, amit Nagy András végzett Magyarországon és Amerikában, különböző könyvtárakban és levéltárakban kutatva. És pontosan tudom, hogy hányszor merült fel az, hogy most itt már meg kellene állni, mert már nincs több anyag, meg már kíváncsi nagyon a közvélemény arra a nagyon izgalmas történetre, aminek még mindig nem tudjuk a pontos megfejtését, és hogy mennyi erőt kapott András Bogyai nagykövet asszonytól, aki egyébként szintén az intézetünknek régóta a segítője és az advisory board tagja, és hogy sikerült így háromnak találkoznunk, aztán ez a csapat kibővült, mások is bekapcsolódtak, Pók Attila, Jody Jensen és mások is bekapcsolódtak, hogy tulajdonképpen már a heroikus nagy munka a Nagy Andrássé, de valahogy mindannyiunk ügyévé vált, ugye jól mondom, Katalin, és csak erre szeretnék emlékeztetni, hogy számomra is egy nagy reveláció volt, én nem vagyok 56 szakértő és 56 kutató, de nagyon érdekelnek a nemzetközi kapcsolatok. Erről írtam is, és a változások is nagyon érdekel.
És csak annyit szeretnék itt ebben a rövid bevezetőben hangsúlyozni, hogy nagyszerű munka, fantasztikus adatelemzésen alapul, és ennek ebben nagy része van annak, hogy Bogyai Katalin a maga nonchalans és egyébként rendkívül meggyőző, lehengerlő és sármos módján elérte, hogy azok a bizonyos autoritások kinyissák, megnyissák azokat a bizonyos fájlokat Washingtonban és New Yorkban, és mindezt mondjuk elmondják. Ezzel azt is elérte, hogy a könyv befejezése nagyon húzódott, ami we were a little worried about it, Katalin, de mindennek végül is pont került a végére. És New Yorkban kétszer is jártunk, 56 kapcsán, ahol Per Bangensennel is találkoztunk. Per, again, welcome you, welcome on board. We had a chance to discuss the preliminary version of this book, and we even published a small booklet about 56, A Cry for Freedom, thanks to Katalin and thanks to Jody. So this is a process, ez egy, tehát egy folyamat, aminek szerintem most egy állomásához érkeztünk, nem a végén vagyunk, és ezt szeretném itt elmondani. Hogy ez a könyv nyilván és elsősorban a címében és az alcímében szereplő folyamatról, vagy időszakról szól, 56 és 63. De az én szememben és gondolom sokunk szemében nem csak erről szól. Az üzenete az azt követő korszakról is szól, és a jövőnkről szól. Arról, hogy azok a feltételezések, vagy dogmák, vagy axiómák, amelyeket senki nem mert megkérdőjelezni a hidegháború alatt, kivéve egy-két kisebb őrült nemzetet, mint a magyarok, vagy kicsit nagyobbak, mint a lengyelek. Ami arról szólt, hogy nincsen a kicsiknek semmilyen szansza a nagy és szuperhatalmakkal szemben, és aki nem érti ezt meg, az tulajdonképpen őrsonsontó, veszélyes, provokátor, őrült idealista. Ezek kőbe vésett axiómák voltak, amelyek a hidegháborúnak voltak az alaptételei. De érdekes és sajátos módon ezek nem szűntek meg a hidegháborúval, ahogy az intézmények, amelyek a hidegháború intézményei voltak így, elsősorban az ENSZ, a NATO és bizonyos értelemben az Európai Unió, szintén magukon hordják a hidegháború gondolkodásának a jegyeit. De ma már ezek az axiómák nem működnek. Egyszerűen nem igazak. So what I'm saying is that we are in a new period, a new epoch, where the old axioms of the Cold War are over, are not valid anymore. And the message of this book is to think about this wonderful and tragic story, the heroic story of Bangensen and the Hungarian revolutionaries, in a new context. Világos, hogy az ENSZ-nek úgy kellett működnie, hogy működni tudott, de az is világos, hogy azok a szuperhatalmak és nagyhatalmak, amelyeknek a működése nem volt megkérdőjelezhető, nem volt velük szemben appelláta, úgy tettek félre dolgokat, ahogy akartak, már nem ugyanazok a nagyhatalmak. Tehát a szabályok változtak, kérdéseink viszont megmaradtak. Nem tudjuk, hogy megölték-e Bangensent, vagy mi történt vele pontosan. Azt biztosan látjuk, hogy valamiféle hallgatólagos együttműködésnek kellett lennie a szuperhatalmak között a tekintetben, hogy ez a sztori ne kerüljön teljes mértékben a világra. A két szuperhatalom ma már nem az, ami volt, mint tudjuk. Nagyon sok kérdőjel sokasodik mind a két esetben a világhoz való hozzáállások kapcsán, és ez az ENSZ-nek a működését is érinti. Az ENSZ nyilván nem fog tudni úgy működni a jövőben, ahogy eddig működött, erről Katalin majd biztos beszél nekünk, és ebben az újragondolásban ennek a kis vagy nagy történetnek óriási szerepe van. Tehát én, mint az intézetnek a vezetője, aki nagyon nagy örömmel pártoltam, és nagyon örülök, hogy sikerült a könyvet ilyen szép kivitelben a Kossuth kiadóval együtt kiadni, ezt mi nem tudtuk volna megcsinálni, egy kis intézet. De reméljük, hogy Magyarországon ennek komoly visszhangja lesz, már úgy látom, hogy most is, hogy nagy az érdeklődés. Készül az angol nyelvű kiadás. Per Bangensennel arról beszélgettünk, hogy jó lenne már gondolkozni azon, hogy mi a következő lépés. A következő évben
hol és mikor mutatjuk be az angol nyelvű kötetet, mikor szervezünk egy másik online vagy nem online hibrid, vagy teljes mértékben fizikai jelenlétet is jelentő együttműködést, illetve konferenciát. Az intézetünk ebben nagyon-nagyon örömmel vesz részt. Tehát most minden esetre mindenkit köszöntök, örülök, hogy ilyen szép számmal eljöttek, hogy itt vannak, hogy velünk vannak, és nagyon gratulálok a szerzőnek ehhez a fantasztikus könyvhöz, és nagy köszönettel fordulok Bogyai Katalinhoz, aki tulajdonképpen a saját szakmáján messze túllépve teljes mértékben magáévá tette ezt a dolgot, az ügyet, az üzenetet is szerintem, és ezzel egy nagyon nagyot léptünk előre a magyar probléma, the Hungarian problem, this is how they call it, megítélésében, a kicsi, őrült, felelőtlen nemzetekről szóló klisék feltörésében, és egyáltalán abban, hogy a világot egy kicsit komplexebben, kiegyensúlyozottabban és realistábban lássuk. Én befejezésük annyit mondanék, hogy akárhányszor én az elmúlt időben, még fiatalabb kutatókoromban is, 80-as évek végétől felvetettem az 56 kérdését, nagyon híres nemzetközi szakértők, vagy lekezelve, vagy jó indulattal, válveregetve azt mondták, hogy fiatalember, hagyjuk ezt, ne feszegessük ezt, reméljük, hogy a magyarok megtanulták a leckét 56-ból. A 89-ben, amikor alkalmam volt több amerikai egyetemen előadni, kis szemináriumokat tartani, és fölmerült a változás kérdése, akkor is kihívtak nagy hírű emberek, beszélgessük egy kicsit, azt mondták, hogy Ferenc, megértjük az indulataidat, ne menjetek tovább, nem fogunk segíteni, ha jönnek az orosz tankok. 89-ben, tehát azt akarom mondani, hogy a gondolkodásunk és a valóság az nagyon-nagyon nincsen szinkronban, de most lehet, hogy ezzel a könyvvel egy picit mi közelebb kerülhetünk egy komplex valóság, komplexebb megértéséhez, hogy nagyon gratulálok, és szeretném akkor visszaadni a szót a levezető elnök úrnak, Dék Arvanis László. Köszönöm szépen, igazgató úr! A beszélgetés résztvevőit megszólalásuk sorrendjében fogom bemutatni. A politikusokkal kezdjük, nem protokolláris okoknál fogva, hanem azért, mert a tárgykör maga, illetve a kutatás is összekapcsolja őket a folyamattal és a könyv megszületésével. Utána tanúk következnek, vannak köztük politikus tanúk is, majd a történészek, vannak köztük tanú történészek, és a legvégére fut majd bele talán egy történészi diskurzusban a beszélgetés. Úgyhogy tisztelettel szólítom az első megszólalónkat, Magyarország állandó képviselőjét az Egyesült Nemzetek Szervezetében, Bogyai Katalin asszonyt. Jó napot kívánok mindenkinek! Tudom, hogy magyarul beszélünk, de engedjék meg, hogy gyorsan köszöntsem angolul Bang Jensen urat. It's a great honor to have you with us, Per, and we are like a family gathering always when we speak about this topic, but we will be speaking in Hungarian. Főigazgató úr, professzor urak, professzor asszonyok, tényleg nagy öröm, hogy eljutottunk ehhez a pillanathoz. Amikor 2014. decemberében a parlamentben meghallgatásom volt, mielőtt Magyarország nagykövete lettem januárban 2015-ben az ENSZ-ben, Németh Zsolt elnök úrral hosszan beszélgettünk, nagy öröm hallom, hogy ott van valahol a teremben, és arról beszéltünk, hogy az itt létem alatt fogunk emlékezni az 1956-os forradalom 60. évfordulójára. És mondta, ugye valami fantasztikus dolgot fogok erre kitalálni. És akkor én megígértem neki, hogy természetesen ez nekem szívügyem, nem csak mint diplomatának, de mint egy olyan magyar állampolgárnak, akinek az életét, aki családjának az életét maximálisan meghatározta az, hogy 1956-ban a magyar forradalom elbukott. Amikor az 50. évfordulót ünnepeltük, akkor Londonban szolgáltam, és Károly herceg vérnökségével szintén egy nagyon emlékezetes, nagy megemlékezést tudtam az ő palotájában szervezni, úgyhogy természetesen át kellett gondolnom, hogy hogyan lépünk tovább.
Nagy Andrást régről ismertem. Nagy András annak idején a Színházi Intézetben dolgozott, én magam színházkritikusként kezdtem a pályámat, tehát távolról ismertük egymást, szakmai munkánk nem volt ismeretlen egymás számára, és természetesen olvastam azt a könyvet, amit ő olyan kitartó kutatás után megjelentetett, amely Bang Jensen szerepéről szólt, aminek a címe az 56 nyugati ellenszélben jelent meg. És amikor megérkeztem az állomás helyemre, az akkori jogi főtanácsadóm, Turbék Zoltán azt mondta, hogy van itt egy probléma, nagykövet asszony, mert Nagy András kutató úr nem kutathat az ENSZ-ben. Így kezdődött 2015. januárjában. Amikor az ember diplomataként egy olyan helyzetbe találja magát, hogy rájön, hogy 60 éve ülnek titkosítva a magyar akták az ENSZ-ben, és igazából senki hivatalos közeg nem kérte, hogy ezeket nyissák ki, akkor elkezd gondolkodni. Egyrészt elkezd azon gondolkozni, hogy ez miért történt meg, másrészt elkezd azon gondolkodni, hogy milyen módon tudja az energiáit, a tudását és a diplomáciai tapasztalatát koncentrálni erre az ügyre. És egyértelmű volt, mindannyian tudtuk, hogy mi is itt a probléma. Az ENSZ úgy működik, hogy vannak a biztonsági tanácsnak az állandó tagjai, és ezek a hatalmasságok. Ha a hatalmasságok valamit meg akarnak állítani, akkor megállítják. Ez az ügy természetesen egy olyan ügy volt az ENSZ-ben, amiről senki nem szeretett beszélni, ahogy Miss Leavitt professzor úr említette, Amerikában erről úgy nagyon nem szeretnek beszélni, az ENSZ-ben pedig különösen nem. Hogy miért erről a könyvben olvashatunk, hogy nem tudott az ENSZ dolgozni, hogy hol bukott el, hogy mégis mit tudott csinálni, és így tovább. Úgyhogy tudtam, hogy diplomáciailag először a két érintett felet kell meggyőznöm ahhoz, hogy engedjen dolgozni. Így az akkori orosz nagykövet, Csurkin úrhoz elmentem, és azt mondtam, hogy tudnod kell, hogy én most mindent meg fogok tenni azért, hogy ezeket az aktákat szabad, kutatható aktákká minősítsék át az ENSZ-ben, de arra kérlek, hogy ne nehezítsd meg az életemet, és engedd, hogy ezt mi most megcsináljuk. 60 év eltelt, igenis jogunk van egyrészt tudni, hogy mi van ezekben az aktákban, és a kutatóknak joguk van ahhoz, és mi szeretnénk, hogy minél több kutató foglalkozzon ezzel. Hát mondta, hogy ott olyan nagy rendetlenség van, úgysem fogunk semmit találni, de jó munkát kívánt. A másik utam azonnal elvezetett az akkori állandó amerikai ENSZ képviselőhöz, Samantha Powerhez, akinek szintén elmondtam, és tudtam, lévén mindketten újságírók voltak korábban, és tudtam, hogy 1956 egyébként szívügye volt, és foglalkozott is vele, dolgozott is ezen a témán, írt is róla, hogy tud-e arról, hogy itt felbontatlanul titkosítva állnak az iratok, azt mondta, fogalma sincs, természetesen mindenben támogat. És akkor, mert az embernek kell, hogy az életében mindig legyen olyan csillagzata, amely segíti a munkáját, természetesen egy óriási segítség volt, hogy az akkori ENSZ főtitkár Ban Ki-moonról köztudott volt, hogy annak idején ifjú diákként Dél-Koreában 11 évesen az akkori diákmozgalom, iskolai diákmozgalom vezetőjeként támogatta a magyar fölkelőket, a magyar 56-os forradalmat, és levelet írt az akkori főtitkárnak, amiben azt mondta, szó szerint, ha lefordítom angolra, hogy kérem főtitkár urat, hogy a magyar emberek kívánságát a szabadság és a demokrácia iránt támogassa. Tehát volt egy lelki támogatása is ennek az ügynek, és amikor elmondtam neki, hogy főtitkárul remélem, hogy előre tudunk lépni ebben az ügyben, ő maga is elcsodálkozott azon, hogy egyáltalán ilyen probléma lehet még az ENSZ-ben. És az akkori politikai ügyekért felelős főtitkár helyettes Jeffrey Feltman egy olyan amerikai diplomata volt, aki korábban szolgált Magyarországon, és tudta, hogy a magyaroknak miért olyan fontos, hogy ezeket az aktákat kinyissák és láthatóvá tegyék. Tehát érzelmileg, intellektuálisan, politikailag kellett először ezt a terepet előkészíteni.
De természetesen, amikor felt vannak, elmondtam, hogy itt 60 éve állnak titkosítva az akták, és aztán később láttuk is piros szalaggal lekötött dobozok, bezárt akták, akkor azt mondta, hogy ezt nem hiszi el, és mi ennek a magyarázata? Természetesen a magyar diplomácia, a magyar politikai vezetés hivatalosan kérte azt, hogy ezeket az aktákat kinyithassuk, különösképpen a 60. évforduló miatt, vagy annak okán. Másrészt, hogy van itt egy hihetetlenül fontos kutatás, Nagy András úr, aki szeretné ezeket az aktákat kutatni. Azt nem lehet, hogy az ENSZ-be valaki csak úgy bemegy, és ezeket az aktákat átnézi. Azt is tudni kell, hogy ezeket az aktákat kinyitni csak egy nagyon hosszú folyamat, engedélyezési folyamat után lehetett. Így lépésről lépésre tudtunk haladni. Egyrészt föl kellett mérni, hogy milyen aktákról vannak szó. Voltak szigorúan bizalmas, voltak bizalmas anyagok, voltak egyszerűen csak azért lezárt dobozokban akták, mert senki nem foglalkozott velük. Tehát egyértelművé kellett tenni, hogy melyek azok az akták, amelyeket a nagy közönség számára rendben szeretnénk látni és megnyitni a könyvtáron keresztül, a archívumon keresztül, és melyek azok az akták, amelyek továbbra is csak a kutatók számára lesznek elérhetőek. Kiderült, hogy az ENSZ-en belül az archívumban és a Columbia Egyetemben az úgynevezett Cordé akták a dobozokba lezárva mind két helyszínen, tehát ezekkel a témákkal, Magyarországgal, az 56-os forradalommal és a magyar üggyel foglalkoznak. Lépésről lépésre, mondjuk úgy, ahogy Miszlivesz professzor úr fogalmazott, a nyomásgyakorlást nem abba hagyva, a diplomácia minden formáját felhasználtam ahhoz, hogy ezen az úton végigmenjünk. Természetesen nagyon fontos volt számunkra, hogy miután az ügynek egy fontos szereplője volt Paul Bang Jensen, dán diplomata, a család támogatását is megkapjuk, és itt újra meg kell, hogy köszönjem Per Bang Jensen úrnak azt, hogy velünk volt és támogatott, és őszintén, amikor először meghívtam vacsorázni, és elmondtam, hogy mire készülök, akkor nagyon hitetlenkedett, és azt mondta, hogy no way, bar, when you said no way that you will be able to do that, no way that you will be open this. And then I said, okay, just let's see what we can do. Én nagyon hittem abban, hogy ez egy történelmi feladatom nekem személyesen, és egy történelmi feladata a magyar diplomáciának. Azóta ez az ügy valóban egy sikertörténet itt az ENSZ-ben, mert másfél éves küzdelem, munka, és egyébként egy támogató környezet együttműködése következtében az akták kutathatóvá váltak, sőt a korábban rendetlenül összevisszaságban heverő akták rendezve lettek, és a bizonyos részei ma már a nagy közönség számára is elérhetőek, úgyhogy itt üzenem Németh Zsolt elnök úrnak, hogy ezt megcsináltuk. 14-ben elkezdtük, és aztán ez sikerült 16-ra megcsinálni. De természetesen a diplomáciában a kommunikáció borzasztóan fontos, tehát erre a kutatásra építve 2016-ban én rendeztem az ENSZ nemzetközi, vagy nemzeti, vagy az ENSZ nap alkalmával egy nagyon nagy gálakoncertet, ennek Magyarország volt a főszereplője, és kiadtuk az iAsk Kőszegi Egyetemmel közösen ezt a könyvet, amelyben a kutatásról is nagyon hosszú beszélgetések vannak, és írások vannak, és készült egy szobor is, itt van mellettem, Cry of Freedom, ami egyébként a Kőszegi Intézetben is látható, és amely olyan embereknek a lakásában, irodájában látható ma, akik sokat tettek a mi ügyünkért, például az ENSZ főtitkára Ban Ki-moon úr is megkapta, egy francia szobrászművész a történetet hallva Hedvasser készítette ezt a szobrot, a Cry for Freedom-öt. Az ENSZ-szel kapcsolatban el kell mondani, hogy maga a történet 1956-tal kapcsolatban és annak kezelése egy példa. Ahogy lenni szokott, a biztonsági tanács nem tudott tenni semmit.
hiába kapott kéréseket a világ minden pontjáról, hiába kapott leveleket a világ minden pontjáról az ENSZ főtitkára, hiába kapott hihetetlen szívhez szóló üzeneteket és leveleket Magyarországról, hiába várta Magyarország az égből pottyanó kék sisakosokat, ez mind egy álom maradt. Azonban természetesen a közgyűlés, amely az összes tagországot magáénak tudhatja, volt képes arra, hogy az úgynevezett magyar problémával foglalkozzon. 1957-ben hozták létre azt a bizottságot, amely a Hungarian Problem, tehát a Magyar Probléma Bizottság néven kezdett el dolgozni. Ennek volt a titkára Paul Bang Jensen, egy nagyon remek dán diplomata, és ennek a bizottságnak volt a lényege, hogy azokat a tanúkat megszólaltassa New Yorkban, Genfben, Bécsben, Londonban, akiken keresztül a történet kirajzolódott, hogy mi is történt Magyarországon. De azt is kellett tudni, hogy ezeknek a tanúknak a személye, ha nyilvánossá válik Magyarországon, akkor az otthon maradt családtagok nagyon nehéz helyzetbe kerülnek. És ezért ezek az emberek azt kérték a titkár úrtól, hogy ne mondja meg, hogy kikről van szó. Kivétel a főtanúk, akik természetesen a forradalom nagy alakjai voltak, és mindenki ismerte a nevüket. És így számokkal jelentek meg ezek a tanúk a bizottság előtt. Maga a közgyűlés által létrehozott bizottság két dokumentumot, két riportot hozott létre, és tett a nyilvánosság számára is elfogadhatóvá, és igazából ez a két dokumentum az, amely valamilyen módon áttörte a biztonsági tanács falát, és igazából lehetővé tette mindenki számára megérteni, hogy mi is történt Magyarországon. Lábjegyzet, volt néhány tanú, aki hazament Magyarországra, akiről kiderült, hogy tanú volt, és bizony a megtorlásban azonnal részük is volt. Tehát tűzzel játszott itt mindenki, az életével játszott mindenki, az otthon maradtak életével játszott mindenki, és ebben a pokolban ez a dán diplomata Paul Bang Jensen egy igazi magyar hősként vett részt ebben a történetben. Nekem diplomatánként, magyar nagykövetként, egy olyan újságíróként, aki kutatóként, aki ezzel a témával nagyon sokat foglalkozott korábban is, nagy öröm, hogy ennek a egész diplomáciai folyamatnak a motorja, a mozgatója, a kitalálója lehettem, és hogy munkatársaimmal együtt közösen a magyar diplomácia sikereként hozzájárultunk ahhoz, hogy a kiváló Nagy András ezekhez a dokumentumokhoz hozzájusson. Természetesen nekünk fontos, hogy a kutatás folytatódjon, és nekem nagyon fontos, hogy ez most könyvben is megjelenjen, és bízunk abban, hogy különböző idegen nyelveken is elérhető lesz, és amikor azt mondtam, hogy családként találkozunk itt együtt egymással, nem csak azért, mert az IASK fantasztikus intézetnek többen a Nemzetközi Tanácsadó Testületében együtt dolgozunk Miss Livetz professzor úrral, Jody Jensen professzorasszonnyal, akikkel együtt készítettük el ezt a könyvet itt a Magyar Misszión és az IASK közös kiadásában. Nem csak azért, mert azok a szereplők, akik itt ma együtt vannak, egy közös ügyért, közösen, benne közösen, nagy hittel együtt dolgozva tevékenykedtek, hanem azért is, mert Magyarországnak, az ENSZ-nek és a világnak tudtunk valami olyat adni, ami példa. És ezt a példát gondolom én magam részéről ünneplem most ebben a könyvben is. És végül azt szeretném mondani, hogy a magyar ügynek a kezelése, a magyar problémának a kezelése, hiszen csak 1955-ben léptünk az ENSZ-be, és 56-ban mindjárt problémává váltunk, az azért is példaértékű, mert amióta én itt vagyok, és amióta több úgynevezett speciális ülést, különleges ülést akartak létrehozni a közgyűlésben egy-egy ügy kezelése okán, azért, mert a biztonsági tanács munkája megfeneklett a vétó miatt,
akkor mindig megkerestek a közgyűlési elnökök, vagy a nagykövetek, hogy hogy is volt ez a magyar forradalom idején. Nagy András, gratulálok szívből, köszönöm az IASZ-nak még egyszer az együttműködést, és köszönöm Párbenyenzen úrnak a hitet és a bizalmat, és természetesen az ENSZ-ben, az ENSZ vezetőinek, politikai vezetőinek, az én nagykövet barátaimnak mindazt, hogy ezt közösen meg tudtuk tenni. Köszönöm szépen. Nagykövet asszony, köszönjük szépen. Egy egész történet a történetben hangzott el, ugye a források históriája, vagy a forrásokhoz való hozzáférés históriája. Amikor majd végre a szerző szóhoz jut, akkor lehet, hogy még további történetet mond a történeten belül a történethez képest, all the way round. De most adjuk át a szót következő vendégünknek, a Parlament Külügyi Bizottsága vezetőjének, Németh Zsoltnak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt elnök úr, kedves nagykövet asszony, kedves Katalin, kedves igazgató úr, kedves Ferenc, halálos együttérzés. Ez a címe ennek a kötetnek, amely itt előttünk fekszik, előttünk áll. Rendkívül jó a címválasztás, hiszen egyszerre utal Bang Jensen tragédiájára. Neki az életébe került ez az együttérzés a magyar forradalomnak az ügyével, de utal ez a cím az ENSZ felelősségére is a megtorlásokért. Mert igenis az ENSZ hordoz felelősséget a magyar forradalomnak a eltiprásáért és az eltiprásnak azon módjáért, ahogy ez megtörtént. Nagyon komoly, halálos áldozatai vannak az ENSZ magatartásának 1956-ot követően, mint ahogy ebből a kötetből ez is kiderül. Ezért is halálos az együttérzés vagy az együttérzés hiánya, amelyről ez a kötet szintén szól. A kötet műfaja, oknyomozó, történelmi mű, már majdnem regény, rendkívül izgalmas, és azt gondolom, hogy amit itt most nagykövet asszony elindított, arra talán ünnepélyesen föl is kérhetnénk a szerzőt, Nagy Andrást, hogy az archívumok becserkészésének a történetét is írja meg, mert az sem egy kevésbé izgalmas regény. Itt nem csak az ENSZ archívumáról van szó, hanem az FBI-nak az archívumáról is szó van, vagy éppenséggel olyan magán archívumoknak a becserkészéséről, amerről az előszóban szól a szerző. Hédervári Klárának az archívuma mindenféleképpen kiemelendő ebből. Nagy András nekem szintén, mint ahogy Misztivec Ferenc is egyébként, tanárom volt nekem a gimnáziumban, 1980-81-ben a Radnóti Gyakorló Általános Iskola magyar gyakorló tanáraként tanított engem Nagy András. Jobbágy Károlyné volt mind a kettőnknek a legkedvesebb tanára, osztályfőnöke a Radnótiban, és hát ennek eredményeképpen ismerkedtünk mi meg jó 40 évvel ezelőtt Andrással. De amiről igazán talán érdekes szólni, az az író sors, hiszen ő egy, amellett, hogy színházkritikus, amellett egy író ember is lenne, és ahogy ő oda keveredett 1956-hoz, Bang Jensenhez, az is egy rendkívül izgalmas történet, hiszen Göncz Árpád, miután posztumusz kitüntette Bang Jensent ennek a folyamatában, kérte föl Nagy Andrást egy film,
elkészítésére, de talán ő erről többet tud majd mondani. De ez egy jellegzetesen magyar író sors, ami Nagy Andrásból történészt faragott. És azt hiszem, hogy ez is egy nagyon izgalmas történet, hogy hogyan lesz egy magyar író emberből történész, ráadásul nem is akármilyen történész, hogyha ezt a kötetet kézbe vesszük és forgatjuk. Volt egy lelki inspiráció, nyilvánvalóan minden történésznél kell legyen egy lelki inspiráció, de egy írónál ez nélkülözhetetlen. Egyfajta lelki rokonság, amely elindította Nagy Andrást a Bang Jenszeni úton, és aztán ez a lelki rokonság ez elvezette őt először a írói megközelítéshez, aztán utána a szigorúan vett történészi megközelítéshez. Az a jegyzetapparátus, amivel ez a könyv rendelkezik, az azt gondolom alátámasztja ezt az állítást, hogy professzionális történészé vált András ennek a munkának a során. De az író és a történész az nagyon szerencsésen találkozik ebben a könyvben, és azt hiszem, hogy itt a magyar történettudománynak komoly feladatai vannak, hiszen igazán az angol száz történettudományban tapasztalhatjuk azt, hogy amikor kezünkbe veszünk egy történelmi munkát, akkor az beszippant bennünket, és az olyan nyelvezettel, olyan stílussal van megírva, amely a nem szakjellegű megközelítésre is éhes közönséget magával ragadja. Egy ilyen könyvet kaptunk Nagy Andrástól, tehát egy nagyon szerencsés szintézise Nagy András két énjének, az írói és a történészi énjének ez a munka, amit itt magunk előtt olvashatunk, és ilyen szempontból tartom példaszerűnek a történész társadalom számára is ennek a munkának a jellegzetességeit. Alcíme is van ennek a műnek, és ebben van két évszám, 56 és 63, engedtessék meg egy kis személyes vonatkozás. Édesapám, édesanyám 56 után megszenvedték az életet, internálva is volt apám, Németh Géza református lelkipásztor. 56 nálunk egy a kommunizmus évtizedeiben egy meghatározó viszonyítási pont volt. Édesanyám a Műegyetem forradalmi bizottságában vállalt aktívan szerepet, mindketten egy életre váltak priuszosokká az 56-os szerepvállalások miatt. Én pedig 63-ban születtem, mint ahogy a Fidesz nemzedékében nem kevesen születtünk ebben az évben. Így például a miniszterelnök is véletlenül éppen 63-ban született. Tehát egy olyan nemzedéknek a évszáma a 60-as évek, amely aztán a 80-as években kezdett el politikailag aktívvá válni, és ennek a nemzedéknek a gondolkodására is meghatározó módon hatott 1956. És hát akkor a fő téma, ami az alcímben úgy fogalmazódik meg, hogy a magyar ügy az ENSZ-ben, vagy a magyar probléma az ENSZ-ben. Ezzel kapcsolatban azt hiszem, hogy az volt a fő feladata, és kiválóan oldotta meg Nagy András, hogy azt a két arcuságot, ami ennek a témának a kapcsán az ember elé tolul, hogy egyrészt megszületik az ötös bizottságnak egy zseniális jelentése. És nem győzi ő is hangsúlyozni, hogy ez egy zseniális jelentés volt. Másrészt megtörténik ebben az ENSZ-ben az 56-os magyar forradalomnak a diplomáciai kivéreztetése. Nagyon professzionális, szinte végig gondolt módon, noha látjuk az esetlegességeit ennek az esemény sornak. Ennek a kétarcúságnak az ábrázolása van a mű középpontjában, de hogy egy újabb vonatkozást megemlítsek,
az ENSZ lelkéért folytatott küzdelemnek is tekinthetnénk ezt a könyvet. Hiszen sokan, így Bang Jensen is, vagy éppen Hédervállikrára, vagy Hámori László, akik föltárulnak előttünk ebben a könyvben, egyenlőre teljesen újszerű szereplőként, de hát Bang Jensen nem győzte hangsúlyozni, hogy ő hitt az ENSZ-ben, azért dolgozott az ENSZ-ben, mert hitt benne, és ennek a hitelvesztésnek is a története, amit most itt kezünkbe tarthatunk. Talán nem volt egy ilyen eseménysor az ENSZ történetében ezt megelőzően, de talán ezt követően sem, ami ennyire világossá tette volna, hogy mi az ENSZ, és mi nem az ENSZ. Itt szeretném megjegyezni azt, kedves Katalinnal együtt látogattuk meg a legutolsó ENSZ közgyűlési időszak során, amikor New Yorkban jártam, a amerikai főtitkár helyettest, és még mind a mai napig az a kérdés az ENSZ-ben, hogy rehabilitálható-e Bang Jensen azóta is, az 1959-es meggyilkolása óta is, engedjük ezt meg. Ez az alapvető kérdés, amivel nem tudott megküzdeni ez a szervezet, az Egyesült Nemzetek Szervezete, hogy Bang Jensen rehabilitálható-e. Bízzunk benne, hogy igen. Bízzunk benne, hogy ez a munka, ez ilyen szempontból is a jövő felé vezet, és hordoz aktualitásokat, hogy az ENSZ elindul azon az úton, amikor egy ilyen embert, aki életét áldozta az ENSZ elveiért, rehabilitálásra kerülhet. A fő pozitív szereplője természetesen ennek a nagyon összetett történetnek Bang Jensen. És fölteszi azokat a kérdéseket Nagy András, hogy jogszerűen járt-e el. Talán az ENSZ-nek a munkaügyi szabályzata szerint nem biztos. De azt a kérdést is föl kell tenni, hogy helyesen járt-e. És ez a fontosabb kérdés. És erre azt gondolom, hogy vitathatatlanul a mi válaszunk, a mi véleményünk, azaz igen kell legyen. 56 hőseinek arcképcsarnokában Bang Jensennek kiemelkedő helye kell legyen. És ez volt az a megfontolás, amivel már az 1990-es évek végén, 1999-ben úgy döntöttünk a külügyminisztériumban, hogy szobrot állítunk Bang Jensennek a külügyminisztérium aulájában. Majd elősegítettük, és Hellebrand László nagykövet úri oroszlán részt vállalt, őt is szeretném itt köszönteni, hogy 2016-ban Koppenhágában is szobra lett, és this is the time I would like to welcome and greet Per Bang Jensen. I would like to greet you, Per, and thank you very much for joining us. And I would like to remind you and all the participants how important it was that in 1999 we could erect the statue of your father, Bang Jensen, and the one in Copenhagen in 2026. Hölgyeim és uraim, nekünk tudatában kell lennünk, hogy itt még viszont komoly feladataink vannak, és nagy örömömre szolgál, hogy Nagy Andrásnak a patronjai között a következő, amivel majd reményeink szerint szembesülünk, amikor megírja a Bang Jensen életrajzi kötetet. Ez lenne a kérdésem, hogyha lehet, a szerzőhöz, hogy hol tart ez a mű, és amelynek majd a dán, illetőleg az angol megjelenése is azt gondolom egy kulcsfontosságú kérdés, mint ahogy az is, hogy Mécs Imre úrral és Hellebrand László úrral és Andrással már régóta gondolkozunk a Bang Jensen társaság föltámasztásán és élettel való megtöltésén, talán a jelenlévők közül is lesz érdeklődő. Vagy adott esetben azt gondolom, hogy rendkívüli módon filmre kívánkozik Bang Jensennek az élete, és egy fontos dolog, hogy a Kaufman film Dániában a közelmúltban óriási nagy sikert aratott. Azt hiszem, hogy
jósolható, hogy hasonló sikert érhetne el egy Bang Jensen film is. De van negatív főszereplője is ennek a kötetnek, nem csak pozitív. Ne feledjük ezt el. És ez azt gondolom, hogy nem vitatható, hogy ez maga a főtitkár. Ez Hammarskjöld főtitkár, ez a negatív főszereplője ennek a kötetnek. Rendkívül árnyaltan, nagyon óvatosan, rendkívül diplomatikusan írja ezt meg Nagy András, amihez szeretnék gratulálni, de mégiscsak az a főtitkár, aki meditációs termet tudott létrehozni ezekben a hetekben, az ENSZ-ben. Végül is kiderül, hogy a vívódásainak a középpontjában azért alapvetően a saját karrierje volt. A vívódásainak a középpontjában a szovjet érdekeknek való feltétlen megfelelés volt a saját karrierje érdekében. Egy menekülés volt az 56-os történet a főtitkár számára a saját lelkiismerete elől. Nem kívánt foglalkozni érdemben, sem részleteiben az 1956-os forradalomnak a következményeivel. Könnyűnek találtatott, bár természetesen a végső ítéletet azt nem nekünk embereknek, vagy akár történészeknek kell kimondani, de nagyon örülök annak, hogy e tekintetben nem köntörfalazott Nagy András, és világossá tette a főtitkárnak a nagyon egyértelműen negatív, nem menthető szerepét az 1956-os forradalom nemzetközi szintű, diplomáciai szintű kivéreztetésében. Természetesen a kötetnek nagyon izgalmas része, hogy a hidegháború hadszínterén lefolytatott óriási csata bontakozik ki a szemünk előtt. A szuezi válság, illetőleg a Szovjetuniónak és az Egyesült Államoknak az enyhülési politikája is kibontakozik. Az Egyesült Államok felelőssége sem másodlagos mindebben a történetben, és ennek is nagyon azt gondolom, hogy helyén való a őszinte, egyenes beszédmód ezzel kapcsolatosan, ami a kötetben megismerhető. És azt is megtudhatjuk, hogy 56 legfőbb világpolitikai hatása a nemzetközi baloldalnak, a nemzetközi kommunizmusnak a totális hitelvesztésének a megkezdődése volt. Ezért is gondolom, hogy nagyon üdvözlendő, amit már hallhattunk Misliwecz Ferenc szájából, hogy készül az angol nyelvű kiadás, azt hiszem, hogy revelatív hatása lehet a nemzetközi baloldalra, akik közül azért többen, ahogy a kötet is ezt bebizonyítja, azzal is próbálkoztak, hogy igazolják az 56-os szovjet és kádári politikát. Volt olyan angol marxista történész, jogász, aki vette a fáradtságot magának, hogy komoly jogi és történészi érvekkel próbálja megvédeni a megvédhetetlent, mint ahogy ezt András kimutatta ebben a munkában. És végül úgy vélem, hogy a kádári hatalom konszolidációjának is egy hiánypótló munkája, ami előttünk fekszik, hiszen 56-tól 63-ig zajlott ez a művelet, amely nem értelmezhető ezek nélkül, a vonatkozások nélkül, amelyeket most ebben a munkában Nagy András föltárt. És végül külügyesként, mert hát én is annak tartom magam, azt kell mondanom, hogy ez egy külügyes csemege is. A pártnak, a kommunista pártnak, a külügyi apparátusnak, a titkosszolgálatoknak az együttműködése, beleértve a szovjet és a magyar titkosszolgálatoknak a vonatkozásait, a külső és a belső propaganda vonatkozások, ahogy a MSZMP, KB és PB kiadja az iránymutatást, az emigráció, így különösen Király Béla, Kétli és Kővágó József volt fővárosi főpolgármester, és a hazai ellenállás elleni harcnak egy rendkívül izgalmas elemzése,
a szisztematikus lejáratása ezeknek a nagy személyiségeknek, különösen a nemzetőrség parancsnokának, Király Bélának a szisztematikus lejáratásának olyan föltárását végezte el Nagy András, amely azt gondolom, hogy rendkívül időszerű volt, és talán egy további monográfiának lehetne a tárgya, hogy ki is volt Király Béla, és milyen módon próbálták őt lejáratni. Tehát a szisztematikus lejárat, illetőleg a hazai megtorlásnak a kegyetlensége és a kíméletlensége, és az, hogy az 1963-as általános amnestia a nemzetközi okok nélkül érthetetlen, értelmezhetetlen. Befejező gondolatom, tisztelt hölgyeim és uraim, a plusz gondolatom az lenne, hogy a nemzetközi szervezetek, a nemzetközi kapcsolatok egyéni, emberi, szakmai, morális teljesítményekből épülnek föl. És ezt manapság, noha van egy baloldali liberális trend és szükségszerűségi értelmezés, ez a fajta individuális megközelítése a nemzetközi szervezeteknek és politikának, mintha alább hagyott volna, márpedig ez egy könyörtelen igazság. És mind Bang Jensen, mind Hammarskjöld példája ezt egyértelműen alátámasztja. A mindenkori diplomáciai építkezésnek azt gondolom, hogy tekintettel kell lenni maximálisan erre az összefüggésre, hogy emberből állnak a nemzetközi szervezetek is, és ebből következtetések adódnak a mindenkori magyar diplomácia számára is. Köszönöm szépen a figyelmet, András, pedig gratulálok, és köszönöm a megtisztelő felkérést, hogy itt lehettem. Köszönjük szépen, elnök úr! Az biztos, hogy amikor az ENSZ szó elhangzik, akkor mögötte rögtön a nagyhatalmak erőjátszmája, illetve a titkosszolgálati világ árnyék társadalma, vagy árnyék világa bontakozik ki, és egy oda vezetett csodálatos túlélő túra ez a könyv, és ezért nem szakadunk még el egy pillanatra a politikusoktól. Következő vendégünk és megszólalunk, az a Söflin György, aki az Európai Parlamentnek volt képviselője nagyon sokáig, és a Kőszegi Intézetünk tanácsadó testületének is korintoszi oszlopa már nagyon régóta. Átadom a szót. Nagyon szépen köszönöm, mindenkit köszöntök szeretettel. Azt hiszem, korintusi oszlopa eddig még semminek sem voltam, tehát ez egy külön kitüntetés. És abszolút gratulálok Nagy Andrásnak, ez egy nagyon komoly könyv. Ami kitérek egy pár részletre, de mindig csodálom a történészeket, akik képesek beülni egy levéltárba és éveket tölteni ott. Én nem vagyok történész, gondolom sem kell. Megmondom, hogy mivel kezdtem. Tehát én még úgymond az első fordulóban éltem ezt át. Én, mi akkor már Nagy-Britanniában éltünk, 56-ban, 49-ben kerültünk ki, és egyébként Skóciába, ami akkor még távolabb volt mindentől, mint most. 57-ben kezdtem az egyetemet, de természetesen, hát otthon az a magyar ügyek foglalkoztattak bennünket. És vannak ilyen emlékeim, hogy időnként úgy átjött valami, gondolom a brit sajtónak köszönhetően, abból, hogy mi is történik a magyar ügyel, az ENSZ-ben pontjában mi nem történik. De számomra ez a könyv, amit András most írt, ez nagyon izgalmas, hogy mennyire elmismásolták az egészet, és hogy mennyire szándékos, és tudatos, és álságos volt. Azt hiszem, hogy nem túlzok ezzel a szóval. Tehát az mindezzel azt akarom mondani, én egyetértek azzal, amit már mások is mondtak, hogy a nagyhatalmi érdek túl gyakran felülírja a kisországok érdekeit, és ebből a szempontból mi nem csak, hogy egy kisország vagyunk, de nagyon rossz helyen vagyunk geostratégiailag. Nagyon nagy kár, hogy Árpád atyák nem ment tovább, nem tudom én, Dél-Franciaországba, ahol szerintem sokkal békésebb életet élhettük volna. Ki tudja, alternatív történet. Most szeretnék egy pár szót szólni
a történet nagyobb kontextusáról. Tehát itt kötelezően azt hiszem, hogy Jászából kell kiindulni, mert Jászló tényleg megosztotta Európát, és emögött ott volt a stabilitás. Tehát azt hiszem, hogy 45-ben és utána senki sem akart háborút. Voltak kisebb-nagyobb háború természetesen, de nagy háború nem volt. És mondani lehet, hogy igen, mi közép-európaiak, vagy a baltiak, ahol most vagyok Tallinnban, ennek itt ittük meg a levét, hogy igen, az európai stabilitás ára az, hogy hát ez igen, ez most kényelmetlen. Ott vannak ezek a közép-európai, de hogy Chamberlain szavait idézem, 38-ban mondta Csehszlovákiáról, hogy egy távoli ország, amiről nem tudunk semmit. Fair, you will remember this Chamberlain in 38, talking about Czechoslovakia, a faraway country of which we know nothing. And I'm saying that this to some degree applies to all of us. You are in a more fortunate position in Denmark, I would say, geostrategically. Tehát itt igazából arról van szó, hogy az, ami nem egy könnyen kialakult 45 után, az egy bizonyos biztonságpolitikai rendszer, aminek megvoltak az írott és természetesen íratlan szabályai. Az egyik ilyen szabály az, hogy a nyugat nem fog beavatkozni a kelet ügyeibe. Az első ilyen alkalom, az nem mi voltunk egyébként, hanem Berlin 1953-ban. 56 nyarán ott volt a poznanyi megmozdulás, sztrájk, aztán októberben természetesen az októberi tavasz Varsóban. Aztán kirobbant a forradal. Most én még emlékszem arra, hogy amikor egyetemre jártam, én is találkoztam évfolyam társaimmal, akkor mondtam, hogy micsoda, te magyar vagy? Ti magyarok, ti ostobák vagytok. Hogy lehet fölkelni? Nem érdemes fölkelni az oroszok ellen. Úgy kell nektek. Ezek már kommunisták voltak, akik azt mondták, hogy úgy kell nektek. Tehát volt egy bizonyos ellenérzés, hogy mi most zavartuk a világot. És ezzel a forradalommal mi esetleg egy sokkal komolyabb válságot idézhettünk volna elő. Egyébként ugyanezzel a hozzáállással találkoztam 80-81-ben, amikor nem egy derék, balos angol mondta nekem, nagyon veszélyes ezek a lengyelek, ezek megzavarják a stabilitást Európában. Most ebben tényleg volt valami, hogy igen, volt, kialakult ez a biztonságpolitikai rendszer, ami tényleg egyfajta stabilitást hozott létre Európában. Másutt a világon, hát ez sokkal vitatható, most csak Kóreát említem. A történészek ezt jobban tudják, mint én, de én valamire emlékszem, hogy az amerikai nagykövetség, vagy nagykövetség Budapesten nagyon gyorsan jelezte, hogy nem lesz amerikai beavatkozás. A október 25-én, nem tudom idézni a levéltári anyagot, de valami rémlik, hogy ezt egyszer hallottam. Tehát igazából ez világos volt a kontextusban, és a kontextus is hozzátartozik, ezekre még úgy emlékszem meg én első ízből, hogy 55-ben volt az oroszok Szovjetunió részéről egy ilyen enyhülést teremtő kísérlet. Talán még emlékeznek, kereszt nevére nem emlékszem, Khrushchev veje, Adzsubjei, aki elment Németországba, az, hogy esetleg valamit lehetne, valamiféle enyhülést, detantot lehetne létrehozni, talán még emlékezni valamivel később a Rapaszki tervre, és hát ott volt az osztrák kivonulás, tehát az, hogy a semlegesség, és ez, az oroszok, Moszkva, valószínűleg úgy gondolt, hogy oké, most elengedjük Ausztriát bizonyos feltételek mellett, aki ismeri a császárvárost, akkor tudja, hogy mi van a Schwarzenbergplatzon, az óriási hősi emlékmű, ott van az állami szerződésben, nem lehet eltávolítani, de Magyarországot már nem engedik el. Tehát Finnország az egyik módon, Ausztria a másik, de Magyarország nem, és lehet azon vitatkozni, szerintem ez egy nagyon rossz példa lett volna, ha elengedik Magyarországot, a többi
kommunista állam irányába. Bőven elég volt Jugoszlávia, ami szintén, a Szovjetunió ellen fordult, bár addigra már Hruscsov látogatott Belgrádba 55-ben, ha nem tévedett, és kialakult egy ilyen bizonyos Moszkva-Belgrádi kiegyezés, amit a jugoszlávok szépen alá is támasztották, tehát Tito mondta, hogy igen, szomorú, de alapvetőleg ez volt az egyetlen megoldása, a szovjet beavatkozás. És aztán ez tartós maradt. Tehát történetesen 1968-ban hol találom magam augusztus 21-én Csehszlovákiában. Mi történik? Beavatkoznak az oroszok. Ott voltam a tankok között, akkor még fiatal voltam is, egy nagy kalandnak számított, most már szerintem ebből kicsit megijednék. És aztán ott volt Lengyelország 80-81-ben, és minden egyes alkalommal a nyugat azt mondta, hogy ez nem a mi ügyünk. Mi nem avatkozunk ebbe bele, mert túl nagy a kockázat. És szerintem Magyarország is ennek lett, mondjuk az áldozata. Ez egy valami, ez úgy mondjuk, hogy érthető. Az, ami sokkal kevésbé érthető, az, amit András könyvben lehet olvasni, ez az álságos hozzáállás az ENSZ részéről, hogy igenis, mi fölvállaljuk, de valójában mégsem. Tehát ez egy nagy hazugság volt. Nem, azt mondom, nem vagyok túl kemény, amikor hazugságnak nevezem ezt az egész színpadi játszmát. Oké, tudjuk, hogy a politikának szerves része a színház, a teátrális megjelenés, de mégis ez több éven át zajlott, és ugyanakkor ott volt Paul Bagnyac, aki az életét vesztette. Tehát ez nem csak egy színjáték volt, de ennél sokkal komolyabb volt. Még egy szót Nyugat-Európáról. Ha visszaemlékszünk, akkor zajlottak a tárgyalások, aminek a vége a római szerződés lett egy évvel később. Tehát Nyugat-Európának ez kényelmetlen volt, ez az 56. Többek között szerintem azért is, mert ez emlékeztette Nyugat-Európát, hogy van ez a bizonyos másik Európa, amiről azért mégis kell, hogy tudomást vegyünk. Tehát Németországból nézve még inkább, Londonból, Skóciából nézve még távolibb volt, de azért valahogyan azt hiszem mindenki tudta, hogy Prága, Budapest, Varsó szerves része Európának, ha nem úgy, mint Róma, vagy Lisszabon, vagy esetleg Kopenhága. Tehát itt volt egy, talán bűntudat az túl erős, és nagyon érdekes volt ez a kis részlet András könyvében, hogy amikor a szovjetek mondták, hogy ezt kérem, ez belügy, ne avatkozzanak a magyar belügyekbe, akkor a portugálok is azt mondták, de oké, a mi gyarmataink, a mi belügyeink, ne tessék ebbe beavatkozni, vagy én kínos pillanat volt, tehát hogy visszájára fordították az egészet. Németh Zsolt említette Király Bélát, én Bélát elég jól ismertem, és mesélek róla egy történetet. I'll say this in English, because I think you'll like this. This is about Béla Király. I met him, I think in the late 70s or early 80s in America. And the story is as follows, it came from him personally. At some point, after he got his American citizenship, he was called to serve on a jury. So, you know, in America, they hear the potential members of the jury and put questions to them. So the attorney said to him, have you ever been sentenced in a criminal trial before? And Béla said, yes. So the man said, ha-ha. And what was the sentence? Death penalty. Deathly silence in court, and then the judge intervened. Excuse me, please explain. If you were executed, how do you come to be here? So then Béla explained what this was about in 1950 or 51, and that he was given clemency at the last minute and so on. And then the judge said, oh, how wonderful America is. I think this is a classic story of Central European absurd. So végszóként a forradalom. Tehát számomra, de és nem csak azért, mert magyar vagyok, ami 56-ban történt, az egy forradalom volt, mert elsöpörte az előző rendszert. Ha nincs beavatkozás,
akkor azt a rendszert nem lehetett volna visszaállítani. Lehet, hogy csak 4 napig tartott, de akkor is a kommunizmus intézményei romokba hevertek. És egyébként, ahogy ezt annak idején szokták volt mondani, nem volt véletlen, hogy a Kádár rendszer mindig ellenforradalomról beszélt, nem ellenfelkelésről. De nyugaton ezt mai napig nem fogadják el. Mai napig nem fogadják el, most mint beszázalékolt politológus mondom, hogy ami 56-ban történt, az egy forradalom volt. Hasonlítható a mexikói, a orosz, a nagy francia forradalomhoz, akármihez, ahol forradalom volt. És én hiába magyarázom, és emlékszem, hogy volt egy doktori védés, egy fiatal hölgy, aki 56-ul írta a doktoriát, megtanult magyarul, oroszul, németul, franciául, ki tudja, és akkor mondtam neki, ő időnként azt mondta, hogy forradalom, hogy felkelés, megmozdulás, és akkor kérdeztem tőle, hogy akkor nincs különbség az ő fejében a forradalom és a felkelés között. Mondta, hogy ugyan kérdez, teljesen mellékes. És akkor mondtam, hogy akkor teljesen rendben van, hogyha én arról beszélek, hogy az 1789-es nagy francia felkelés, de nem tudok mit mondani. Tehát itt tényleg van egy ilyen politikai elméleti kategória, nem egy könnyű kategória, amit nevezhetünk forradalomnak. És ebből a szempontból nézve, szerintem 56 valóban forradalom volt, de a nyugat számára ez nem evidencia. A nyugat nem akarja elfogadni, hogy ami 56-ban történt, az tényleg egy forradalom volt, és aztán ezen lehet elmélkedni, hogy miért nem. Mert az úgy megkérdőjelezi a nyugat szerepét, mint a demokrácia korintusi pillére. Köszönöm szépen, András, nagyon élveztem a könyvedet, gratulálok, jó munkát kívánok, és mindenkinek köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Thank you very much, Per, for listening to our impenetrable language. Köszönjük szépen! A megszólaló tanúk sorát Mécs Imre fogja folytatni. Imre, szeretettel üdvözlünk, örülök, hogy jó egészségben látlak. Ne javíts ki, ha nincs így. Köszönöm szépen. Elsősorban levehetem a szigorú rendszabályok között élünk, nagyon helyesen, úgyhogy be kell tartani a szabályokat, ha lehet. Tehát elsősorban azt kell elmondanom, hogy hogyan találkoztunk Magy Jezsennek a történetével, hiszen sem a börtönben, sem korábbi életemben nem hallottam róla. A rendszerváltás után történt, hogy egy nyugatról hazatért fiatal ember, aki a Marián István ezredesnek volt a veje, elmondta azt, hogy Paul Magy Jensen hanvai a dániai temető raktárában fekszenek, nincsen helye, holott ő a magyarságnak és a szabadságharcnak a szimbóluma. Nem ismertük őt, nem tudtuk róla. Ettől a fiatal embertől tudtuk meg, és később amerikai barátainktól, hogy Paul Magy Jensen fiatal dán diplomata, annak az ötös bizottságnak volt az egyik fő munkatársa, amelyiket az ENSZ közgyűlése bízott meg a magyar ügynek a kivizsgálásával. Ez a Paul Magy Jensen fiatal korában, 44-ben a Dánia washingtoni követségén dolgozott, és amikor a nácik elfoglalták Dániát és okupálták, akkor ebben a kis szigeten
ebben az a washingtoni követségen ellenállást szerveztek, és ennek az egyik fő személyisége Paul Magdalene volt. Miért mondom el ezt? Mert ez volt az oka annak, az ő korai tapasztalatai, a saját hazájának a bilincsbe vert szereplése során mit jelentett az, hogyha külföldről is tisztelettel beszélnek róluk. Tehát Paul Magyezen jó évtizeddel később már az ESZ-nek az egyik tisztviselője volt, és őt bízták meg a magyar ügyet kivizsgáló úgynevezett ötös bizottság egyik titkári feladatával. És ennek során ő vigyázott arra, hogy azokat a tanúknak az adatait, akik a bizottság előtt megszólaltak, és akikre súlyos büntetés várt volna a vasfüggönyön túl, azoknak a névsorát és elérhetőségét nem adta ki senkinek. Végül ugye az ENSZ vezetőinek egy része, akik szovjet állampolgárok voltak, kiharcolták, hogy Paul Magyezent eltávolították az ENSZ-nek a kötelékéből. Előtte azonban híres esetként újságírókat hívott föl az ENSZ palotának, annak a hasábnak a tetejére, és ott nyilvánosan elégette a magyar tanúknak a listáját. Ezzel országvilágnak tudtára adta, hogy ilyen lista volt, de ez már nem létezik. Nagyon meghatott minket a történet, és akkor folyt éppen a 301-es parcellár a rendbehozatala, ami iszonyatos munka volt, és akkor kerültek kopjafák ki oda, és akkor az egyik kopjafa mellé egy virtuális sírhelyet tettük egy táblával, amelyre Paul Magyezennek a nevét írtuk föl. Azóta is oda járunk ki, és megalakítottuk a Paul Magyezen társaságot, amelynek tiszteletbeli tagja és vezetője a barátunk. A ő szerepével kapcsolatban el kell mondanom, hogy hihetetlen sokat dolgozott Paul Magyezen személyiségének és történetének a kibukkálásával. Fantasztikus sokat tett azért, hogy teljesen világosan lehet látni az ő személyiségét. Az amerikai magyarság nem akarta elhinni, hogy valóban öngyilkos lett, és szovjet manipulációnak tartották az ügynek az eljárását is. Annál se sokkal részletesebben is pontosan leírja, hogy én most elő tudom adni. A öngyilkosságot állítottak be a holttesten, és kiderült, hogy a Paul Magyezen jobb kezében volt a pisztoly, amellyel főbelőtte volna magát. De kiderült, hogy balkezes volt, és viták indultak meg szakértők között is, hogy ez bizonyítéke arra, hogy manipuláció történt vagy sem. De a mi számunkra nem volt kétség, hogy itt szovjet és sajnos magyar titkosszolgálati manipulációk is jelen voltak, hiszen hasonló esetekben még gyilkosságra is vetemettek a szervek.
az 1963-as nagy amnestia előkészítésében részt vett a washingtoni magyar követség vezetője. Azért nem nevezem nagykövettek, mert akkor azzal büntették a Szovjetuniót, hogy Amerikában nem neveztek ki nagyköveteket a szovjet viszonylatban. Ez csak egy zárójel volt. Ez a nagykövet 1900 előkészítésben részt vett az 1963-as nagy amnestia előkészületeiben és nemzetközi elfogadtatásában. Ez a diplomata egy évvel ezután 1964-ben beledékjogot kért az Egyesült Államoktól. Az Egyesült Államok titkosította, és az ott szokásos védelemmel látta el, mert féltették, hogy ki fogják végezni. És az amerikai sejtés igaz is volt. A betekintő nevű, én csak szapizdat újságnak nevezem, a magyar titkosszolgálatok történetében foglalkozó levéltárnak a szabizdatja, ami az interneten olvasható, előírja, hogy mi történt ezzel a nagykövettel. Nagykövetet távol létében halálra ítélték. Halálos ítéletet nem tudták végrehajtani, mert akkor már az amerikaiak bújtatták őt. És erre föl mit csinált a kádárista magyar állam? Bérgyilkosokkal tárgyalt, hogy hogy lehetne végrehajtatni Amerikában a magyar bolsevik legfelsőbb bíróságnak a halálos ítéletét. Ez nem tréfa, ez nem kitaláció, ez olvasható a betekintőben. Tehát joggal gyarakodhattak az amerikai magyarok, és ha berekültek, hogy nem önkezével hajtotta végre, hanem gyilkosság történt. Úgy gondolom, hogy az igazság még mindig vár, vitatkoznak a szakemberek ezzel kapcsolatban. A mi számunkra egyértelmű volt, hogy itt a szovjet keze volt ebben benne, és büszkék voltunk arra, hogy egy szerény emléktáblát adhattunk Paul Mangenzen emlékére. És pár szóval szeretnék arra is kitérni, hogy Nagy András hatalmas érdemeket szerzett, nem csak az égiek előtt, hanem a mi szemünkben is, azzal, hogy Paul Mangenzen élettörténetét rendkívüli alapossággal kutatta és kutatja a mai napig, olyan alapossággal, amit minden történész megirigyelhetne, lehet, hogy irigyelik is, de én nagyon nagyra becsülöm ezt, és sokan vagyunk így. Azért gondolom, hogy sokkal részletesebben tudja előadni ezeket, amit elmondtam. Érzelmi dolgokról is szóval részt vehettem azon a vacsorán, amit Göncz Árpád, újdonsült köztársasági elnök adott a Paul Mangenzen gyerekek, számára a gyerekek azok már akkor felnőttek voltak, 4 gyermeke volt, akik közül 3 jött el ide Göncz Árpád meghívására, és láttam ezeket a fiatal embereket mélyen megrendülni, és tulajdonképpen ezekben a pillanatokban érezték át, hogy milyen nagyszerű ember volt az apjuk, amit csak legendának tekintettek korában, vagy anyai
túlzásnak, vagy szülői túlzásnak. Arról kiderült, hogy egy igazi valóság, egy igazi köztársasági elnök laudálja őket, és ott voltunk, és részt vettük ebben. Úgy gondolom, hogy ez szimbolikus is. Nagy András ezt a munkát végzi, hogy segítsen ennek a kitűnő embernek a emlékét. Nem csak megúrizni, hanem példának statuálni, példának állítani. Köszönöm még egyszer, András. Köszönöm szépen. Now we arrived at the homage part. Imre Mécs was talking about Paul Bang Yangzen. How did he meet first time with his name? And later, how they decided to establish the Bang Yangzen Society in Hungary, about his merits and the merits of András's book. The previous speakers was talking about the world policy dimensions of the book and the 56 revolutions history, about the great powers and the bizarre inability of UN to act for the Hungarian Revolution, and all of these contexts. And now we can turn back to the witnesses. The son of Paul Bang Yangzen, Per Bang Yangzen, is on the other line. I think we have never met before, but it is my pleasure to meet you virtually, and the floor is yours, Per. Well, first of all, I want to congratulate András on probably a project that started 29 years ago. And I guess that people that started it were actually President Gernst and Imre Mécs were two of the people that probably got András on this path. But over the last 29 years, he's gotten support from every government in Hungary, no matter how the elections went. And his project has really been a collection of people helping them, many of them here today. But I think the biggest thing, which I think has already been addressed, is not only what the international community and particularly what the UN can do when a small country is invaded by a big neighbor. And there may be times where the UN is the best path. There may be some opportunities in the future where that won't work, unfortunately. I think the other thing is that András, partly by writing later, had the access to resources that weren't available to other people before. One, the foreign state departments, United States, England, France, their archives were closed. Two, most importantly, the Hungarian secret service archives, the tracking what the ABO did both in Hungary and actually in Washington and New York at the UN were not available. So partly with the benefit of time, he's had resources that others didn't have. And of course, back with many administrations, they tried to open the archives at the UN. Ambassador Kathleen Bulgari was the person who was successful, but many attempts had been made before. And as she often reminds me, I did not think she'd be successful, and she was. That has opened archives that were, in one case, show what a good job the UN and the International Committee of the Red Cross did in bringing aid to Hungary. But I think before saying much more, I think I can make my comments at another time. This is primarily an address in Hungary.
Hungarian, so I think I should pass it on to the next speaker. But I would like to say in the last year, this year, we lost Clara Hedavari, who was a dynamic Hungarian woman, not the first, but probably the first one that they made to follow at the UN, that she preserved records at the UN that might not be available today, particularly the transcripts and the tape recordings of witnesses at the UN. And her efforts should not be underestimated on what it's done to preserve a part of Hungary's history for the future. And we lost her. She was almost 100 years old this year, and she will be greatly missed by all that knew her. Thank you for inviting me today. Köszönjük szépen. Thank you. Azt hiszem, hogy ez a kis kutatás probléma történeti megközelítés, amit hallhattunk, visszavezeti a szót Nagy Andráshoz. Az esemény utolsó szakaszába lépünk. Most elsőként, de talán nem utoljára Andrásnak fogom megadni a szót, hogy mielőtt a történészek bekapcsolódnának a beszélgetésbe, néhány gondolatot megoszthasson a jelenlévőkkel. Egyúttal a jelenlévőknek mondom, hogy most az új ingójak föltűrésének a szakaszába léptünk át. Még négy hozzászóló lesz majd Andrással együtt, de talán tudunk csavarni az izgalmakon. Úgyhogy ezt először tetted meg, kérlek, András. Nagyon, nagyon szépen köszönöm, és a csavarásban nyilván az is benne van, hogy megpróbálok akkor tömör és összefogott lenni, ami annál nehezebb, mivel hát nagyon meg vagyok hatva. Csak ugyanaz a rengeteg szép szó, ami elhangzott a könyv kapcsán, az kicsit olyan, mintha az ember a saját nekrológiát hallaná, amire nagyon ritkán van esélye, nekem most bizonyos értelemben volt. Másrészt pedig tényleg úgy gondolom, hogy az a nagyon fontos mondat, hogy verset írok, és ők fogják ceruzámat, hogy itt szinte mindenki jelen van virtuálisan vagy valóságosan, aki csak ugyan segített ennek a műnek a megszületésében, és nem csak a ceruzát fogták, hanem nagyon sokszor azokat a papírokat, dokumentumokat is biztosították, amelynek révén ez a könyv megszülethetett, és tényleg itt azt hiszem, hogy nem udvariasság végig gondolni mindazt, hogy akik nélkül nem született volna meg ez a könyv. Nyilvánvalóan Paul Bang Jensen volt az, akinek az egész története, a drámája, a tragédiája megindított, és nyilvánvalóan itt volt egy olyan fajta családi vonatkozás is, ami miatt determinált engem valamennyire, hogy ezzel foglalkozok. A második nevem az Imre, 56-ban két nappal Nagy Imre ismert 60. születésnapja után születtem, és magam is egyébként többek között abból az ENSZ által idejuttatott tejporból nőttem föl, amely ebben a könyvben némiképpen szerepel. Tehát hadd tegyem hozzá, hogy személyes érintettségen túl azt is gondolom, hogy nagyon hálás vagyok mindazoknak, és a Per Bang Jensen van itt éppen a képernyőn, akkor el kell mondom, it's already 29 years that we met first, and we started our dialogue, which was absolutely fundamental to continue the work, to have the ongoing encouragement from your wisdom, from your ongoing support, from all that I could benefit, also opening archives, bringing here all these fantastic declassified materials that you could, and all what you have done to complete the research and to write the book. Tehát mindaz, amit Per Bang Jensen a maga figyelmével 92-ben találkoztunk először, azóta zajlik egy olyan jellegű párbeszéd, ami egyre mélyül és egyre terebélyesedik, és amelynek bizonyos értelemben ez a könyv is az alapja. De nagyon köszönöm Németh Zsoltnak azt, hogy olyan helyekre juthattam el, ahova tényleg kutatók nagyon kevéssé, és én magam, mint egy bot csinált a történész, ezt még jobban becsülöm, és emlékszem, amikor még a lebombázott épületek között mehettem kutatni Belgrádban, mert hogy a jugoszláv archívumokat senki nem látta a területen, és éppen a NATO bombázás után voltunk, nem sokkal korábban léptünk be a NATO-ba, és sikerült rögtön megtámadni egy szomszédunkat. Másrészt pedig azt is gondolom, hogy rettenetesen fontos, hogy még elnyúlt nyáron is, amikor teljesen falakba ütköztem, éppen a titkosszolgálatok, az amerikai titkosszolgálatok nem voltak eléggé kooperatívak velem, és akkor is nyilvánvalóan Németh Zsolt közreműködésével sikerült megtalálni azokat a kollégákat, akik végül hozzájuttatok olyan iratokhoz, amelyeknek az eredménye benne van a könyvben. Bugyai Katalin volt az, akitől ugyancsak nagyon-nagyon sok segítséget kaptam, aki nélkül csak úgy ezek az iratok nem nyíltak volna meg, ott
csak ugyanazt éreztem, hogy Fulbright ösztöndíjjal voltam kint a családdal együtt Northfield Minnesotában, hogy tettünk egy kísérletet, még egy utolsó kétségbeesett kísérletet, hogy van 60 év után megtudhatunk-e valamit az igazságból, és egyszer csak kiderült, hogy igen, meg lehet tudni az igazságból, még pedig nem is keveset, és hadd tegyem azt is hozzá, hogy azok a történészek, akik végig fogták a kezem, néha a szószoros értelme, mit kell csinálni a archívumban, hogy kell viselkedni, hogy kell kikérni egy iratot, mit kell vele csinálni, Kecskés Gusztáv itt ül, aki az első pillanattól kezdődően segített nekem, Borhi László a képernyő mögött van, akinek a véleménye, a tanácsai rendkívül fontosak voltak, Pók Attilától ugyancsak nagyon jelentős ösztönzéseket és ötleteket kaptam. A névsor még nagyon hosszú, és ezt is el kell mondani, de hadd mondjam el azt, hogy azok a tanúk, akik közül nagyon sokan már nincsenek ilyen, és ezért rendkívül öröm számomra, hogy Mécs Imre itt van, aki először vitt ki engem a 301-es parcellába, akkor, amikor oda még tilos volt kimenni, de Kővágó Józseffel, Király Bélával annak idején találkozhattam, beszélgettem, Hédervári Klára neve elhangzott, aki 8366 irat egységet őrzött meg az ENSZ-ből, és ezeket ki is juttatta az épületből, és ezeket később hozzáférhetővé tette. Tehát ez rettenetesen fontos, nagyon köszönöm, és nagyon örülök annak, hogy ennek az emléknek az őrzése, amit a magyar ügy, a magyar ügyel kapcsolatos pulbengézve munkássága jelentett, az egy eleven csak ugyanis még mindig sok újabb feladatot számomra előíró történet, és valószínűleg, ami Németh Zsolt ugyancsak utalt, egy politikai biográfiának is születnie kell. Hadd tegyem hozzá, amikor Göncz Árpád elment megkoszorúzni Bang Jensen sírját Koppenhágában, nem találták meg az urnát. Hellebrandt László, aki itt van, ő egy szobrot tudott állítatni, és éppen a 60. évforduló Koppenhágában olyan események irányították a figyelmet Bang Jensen az ő hősükre, akiket azonban a nálok nem föltétlenül tekintettek hősüknek. A második nagyon fontos mozzanat, amire kitérnék, az az ENSZ szerepe, és ez a nagyon ellentmondásos szerepvállás, és az érdekes ezekben az iratokban tényleg az volt, hogy egyfelől láthatóan föladta az ENSZ azt, hogy bármit is kezdeni tud ezzel a történettel, de ugyanakkor azt a benyomást keltette, hogy nem adta föl, és ez sokak életébe került, akik ezt komolyan vették itt Magyarországon is életük kockáztatásával, néha saját életük árán juttattak ki információkat, amelyek az ENSZ-ben eljutottak oda, ahova talán nem kellett volna a szovjet titkosszolgálatnak. Tehát ilyen értelemben egy nagyon csúnya és nagyon kellemetlen a halálos együttérzésnek, csak ugyan volt az együttérzés oldala és a halálos oldala is. Köszönöm a bókot, ami a címet illeti, nem az enyém, a szerkesztő Nádori Attila javaslata volt, én nagyon rossz címadó vagyok, tehát ha rajta múlik, akkor valami terjedelmes és olvashatatlan szöveg jelent volna meg a borítón. Amit még hozzá kellene tennem, az, hogy ez a szerep azért nem volt ennyire csak negatív, és ez is nekem is nagyon érdekes volt, utaltam már a tejporra. Az ENSZ, amikor rádöbbent arra, hogy nem tud politikailag segíteni, bár föntartotta ennek a látszatát, és bár egy nagyon izgalmas és nagyon komoly szabotázs indult el az ENSZ-en belül, és erre volt nagyon fogékony Paul Bang Jensen, hogy itt bizony nagyobb a baj, mint az ember sejteni. Ezzel együtt azt érezte, hogy a legfontosabb mégis a túlélés, hogy egy humanitárius katasztrófa fenyegeti az országot, egyfelől azok, akik itt vannak, tehát nagyon nagy mennyiségű segélyt kellett bejuttatni az országba, másrészt pedig 200 ezer mai szóval migráns indult el nyugatra, akiket ugyancsak el kellett leszedni, és akiket azonnal tovább kellett juttatni más befogadó országokba, és tegyük hozzá, hogy ez sem volt akkor egy nagyon sikertörténet az elején, és utána éppen az ENSZ elképesztő energiája és nagyon jó politizálása révén sikerült ennek a 200 ezer embernek helyet találni. Néhányan visszajöttek Magyarországra, többiek azonban megtalálták helyüket és a jövőjüket abban az országban, amit választottak. Ugyanakkor a magyarországi humanitárius katasztrófa elhárításában még azt a bizonyos értelemben morális gesztus is megtette Hamarskjöld, hogy vállalta, hogy ő bűnbak lesz. Pontosan érzékelte, hogy hol vannak az ő mozgásterének a határai, és ugyanakkor azt gondolta, hogy bejuttat annyi segélyt Magyarországra, amennyit csak lehet, amikor a tagországok nem voltak nagyon készek arra, hogy segítsenek a magyaroknak. És minthogy az ENSZ ellenfélnek tűnt a Kádár rendszer számára, ezért strómanként, a Vöröskereszt strómanjaként vállalta az, hogy irtózatos mennyiségű segélyt mások osszanak szét, és nem tudott szinte senki arról addig, amikor a történészek, elsősorban Kecskés Gusztáv munkássága jó voltából, meg nem mutatták, hogy igazából az ENSZ-nek milyen elképesztő humanitárius tevékenysége jutott be ide, amely segített csak ugyan az ország túléléséhez és a Kádár rendszer konszolidálásához. Tehát ez az igazán izgalmas a történet, de hogy annyi oldala van ennek az igazságnak, és ha már itt elhangzott az, hogy csak ugyan egy írói pálya szakadt itt meg, vagy fordult itt át egy másik irányba, akkor ebben részben benne van az, hogy a valóság ezerszer érdekesebb, mint a fantázia. Tehát nem tudok olyan történetek titulálni, amit ne írna fölül egy újabb dokumentum. Másrészt pedig azt is érzékelem, hogy van egy olyan
bizonyos egy sorsszerűség, hogy én elkezdek valamivel foglalkozni, és nagyon szeretnék belőle akar drámát vagy regényt egyebet írni, és nem megy, hanem meg kell találni dokumentumokat, nyilvánvalóvá kell tenni, akkor is, hogyha nekem őrült nehéz volt 2000 lábjegyzetet halál pontosan elhelyeznem a szövegben, mert nem a szakmám, de mégis ez volt az, aminek a révén ez a történet voltak éppen elmondhatóvá vált, és akkor ez volt a reklám helye, és nagyon köszönöm a figyelmet, és nagyon köszönöm ezt a rengeteg támogatást, és köszönöm a megjelenteket, hogy eljöttek, és hogy végighallgatják ezeket a nagyon számomra nagyon fontos mondatokat, és akkor vissza is adnám a szót, hogy a komoly történészek is megszólalhassanak. Köszönöm. Igen. Igen, köszönöm szépen, mert hogy nincs vége. András bocsinált a történésznek hívta magát. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondol erről egy hardcore történész, az Indiana Egyetem professzora Borhi László, aki amíg bejelentkezik, addig elmondom, hogy 34 éve, amikor egy évben diplomáztunk az ELTE bölcsészkarán, akkor találkoztunk utoljára. Úgyhogy szeretettel üdvözöllek, ha itt vagy. Borhi László bekapcsolható? Igen, a képernyőn vagyok. Köszönöm szépen. Szia! Szia! És hogy hű legyek a történészi szakmámhoz, 40 éve találkoztunk egészen pontosan először a Hódmezővásárhelyi laktanyában. Nagy András könyve kapcsán felmerült, hogy ő író és történész, és ennek a lenyomata ott látható a könyvön. Egy félelmetesen professzionális munka, egy igazi történész is megirigyelhetné, és ugyanakkor új írói mű. Én dolgozom a fordításán, mint szerkesztő, és látom, hogy micsoda elképesztő stílusban van megírva, és micsoda emóció van mögötte. A száraz tények és adatok mögött végig megbúvik az a hatalmas érzelem, ami András hajtotta abban, hogy ezt a projektet elvégezze. Néhány szót csak a magáról, a tartalomról, és utána a végén egy picit a fordításról. Itt egyéni sorsok és nagypolitika meccéspontjáról van szó, tehát amiben ez a könyv óriási újdonságot hoz a külpolitikai irodalomban, hogy egyének sorsok szólalnak meg és ütköznek a nagypolitikai érdekekkel. De melyek voltak ezek a nagypolitikai érdekek, és akkor nagyon röviden majd az egyéni sorsokról is. Felmerült az ENSZ szerepe, azért azt nem szabad elfelejteni, hogy nem csak a magyar kérdést tűzték napirendre, hanem felfüggesztették a magyar mandátumot az ENSZ-ben. Ez egy óriási érvágás volt a Kádár rendszernek, hiszen elvesztette a nemzetközi jogi szuverenitását. Úgyhogy a magyar külügyminisztérium egy későbbi feljegyzése fogalmazott az amerikai diplomáciának, a magyar kérdésnek és a mandátum felfüggesztésének kulcs szerepe volt a kádári amnestiában. Talán soha nem hirdeti meg 62-ben a nemzetközi diplomáciát, itt elsősorban az amerikai diplomáciáról van szó, nem kényszeríti rá Kádárékat erre. András szólt már a humanitárius segélyről és a menekültek befogadásáról, de hogy végül is miért nem tettek semmit, és itt csak egy György Söflén által elmondottakat egy apró dologgal egészítsem ki. Itt nem csak a stabilitásról volt szó, hanem Kelet-Európa, az akkori terminológiával, ugye Közép-Európa valójában, a szovjet nukleáris elrettentés fogja volt. 1956-ban hadgyakorlatot tartottak Nyugat-Németország területén, Carte Blanche volt a fedőneve, modellezték egy háború kimenetelét úgy, hogy taktikai nukleáris fegyvert vetnek be a hadszíntéren, és arra a következtetésre jutottak, hogy egy hét alatt több ember pusztulna el, mint a II. Világháború összes harcában összesen. És amikor Hruscsov azt mondta, hogy bármit megtesz azért, hogy megtartsa Magyarországot, hiszen ha Magyarország megy, akkor megy az egész tömb, akkor vége a Szovjetunió kelet-európai biztonsági zónájának, akkor ezt borzasztóan komolyan kellett venni, hiszen az akkori amerikai és szovjet vezetés pontosan tudta, hogy egy konvencionális fegyverekkel megvívott összecsapás nukleáris háborúvá fog eszkalálódni. Amikor a CIA alelnöke
a Robert Cutler azt mondta az amerikai elnöknek, hogy miért nem dobunk le egy atombombát a szovjet utánpótlási vonalakra a Kárpátalján, akkor az elnök, aki egyébként persze katona volt, és ő vezette az inváziós csapatokat 1944-ben, azt mondta, hogy nem akarom elpusztítani azt a népet, amelyiket meg akarom menteni. Hát igazából az omnipotencia impotenciájáról van szó. Az egész világot elpusztíthatta volna az amerikai nukleáris ütőerő már akkor is, ugyanakkor tartva a szovjet ellencsapástól végül is tehetetlen volt. Ez nem menti az ENSZ cinikusságát vagy cinizmusát, de az igazi a történethez, hogy ezt érteni kell. De van egy másik nagyon fontos vonulata ennek a könyvnek, és ez pedig a Kádár rendszerről szól, hogy milyen is volt ez a rendszer. Nagyon divatos a mai történetírásban az úgynevezett voluntarista szemlélet. Ki kell dobni a totális diktatúra elméletét, ez nem működik. Itt nem csak arról van szó, hogy volt néhány elkövető, és a társadalom nagy része áldozat volt, hanem valójában a totális diktatúrákat, a totálisnak nevezett diktatúrákat a közemberek szereplése tartotta fenn. Nem voltak elnyomva, hanem a maguk módján, vagy a maga módján tömegek vettek részt a náci diktatúra és a sztálinista diktatúra működtetésében. De hát ebből kiderül, hogy micsoda hatalmas elnyomó gépezet, állambiztonsági gépezet állt a Kádár rendszer rendelkezésére. Hányan figyelték meg azokat az embereket, akik tanúskodtak az ENSZ bizottság előtt? Micsoda óriási apparátussal rendelkezett ez a szervezet, csak erre az egyetlen célra. Tehát milyen elnyomás volt az, ahol mindenki érezhette, hogy megfigyelik, és ez egy kiváló példa erre, egy kiváló esettanulmány arra, hogy valójában hogyan működik egy totális rendszer, és hogyan gyűrte maga alá a külügyi apparátust, és hogyan gyűrte maga alá a népesség egészét. Hiszen itt lehet látni, és erre egyébként adatok is vannak, hogy nem diplomaták képviselték a magyar külpolitikát, hanem állambiztonsági emberek. Tehát ez egy fantasztikus esettanulmány, és azok az egyéni sorsok, amelyeket András felvillant, azok a dilemmák, azok a lehetetlen választások, amivel embereknek szembe kellett néznie, ezekkel egy demokráciában nem kell szembenézni. Tehát ez egy Kádár, nem csak egy nemzetközi történet, nem csak az 1956-os magyar forradalom története, hanem egyben egy diktatúra történet is, hatalmas emócióval és óriási jegyzetapparátussal ellátva. De nem akarom nagyon szaporítani a szót, hiszen még mások is várnak a megszólalásra, azért egy picit zárszóként, és aztán sajnos el kell majd mennem, ugyanis tanítok az egyetemen. Beszélni akarok a fordításról. 10 évvel ezelőtt az Indiana Egyetem Department of Central Eurasian Studies tanszéke, ahol én a magyar tanulmányoknak a professzora vagyok, magyar és közép-európai tanulmányok professzora, kapott egy jelentős adományt egy bizonyos Tetmájer Lászlótól, aki egy Minnesotában élt magyar ember volt, aki a teljes vagyonát egy végrendeletben arra a célra hagyta, és nekünk adományozta, hogy a magyar történetírás jelentős munkáit fordítsuk le, és tegyük közzé angol nyelven egy szélesebb nyilvánosság elé, és akit meg tudok mutatni, már nagyon büszkén mondhatom, hogy 4 kötetünk jelent meg eddig, jelentős amerikai kiadóknál, nagyon jelentős szakmai sikerrel. Stefano Bottoni, Germuska Pál, Horváth Sándor, és legújabban Tomka Béla munkáiról van szó. Több könyvünk van, amelyik megjelenés előtt, vagy fordítás alatt áll, és ezek közé tartozik Nagy Andrásnak, ez a nemzetközileg nagyon-nagyon jelentős könyve, és ha minden igaz, akkor a Harvard University Cold War Series sorozatában fog ez a kötet megjelenni. Remélhetőleg 1-1.5 éven belül is, meg az amerikai könyvkiadásban nagyon sok fordulón kell egy könyvnek átmennie, bírálatokon kell átmennie, és utána egy több fordulós szerkesztési folyamaton. És nagyon bízom abban, hogy együtt mindenkivel, aki itt megjelent, közreműködve, jelentős propagandát is tudunk majd ennek a könyvnek csinálni,
és megkapja a méltó helyét a nemzetközi hidegháborús szakirodalom soraiban. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és barátomnak és kollégámnak, Nagy Andrásnak, akit nem csak én segítek neki, hanem elmondhatom őszintén, hogy mennyit segít ő nekem a most megjelenő munkámban, ami a totális diktatúrák történetéről fog szólni. Egy fantasztikus szakember, és nem csak, hogy egy fantasztikus szakember óriási műveltséggel, hanem egy igazi kolléga is, aki nem sajnálja az egyébként szűkös magánidejét arra, hogy másoknak segítsen. Úgyhogy nem véletlen, hogy ezt a munkát ő megírta. Köszönöm szépen! Nagyon finom kézzel mutatott rá Borhi László olyan dolgokra, amikre eddig nem esett feltétlenül ekkora hangsúly. És most tisztelettel kérdezem Pók Attilát, kollégánkat, hogy kívánsz-e szólni, Attila? Bejelentkeztél hozzászólásra. A mikrofonodat kapcsolt be, kérlek. Ha már megszólítottál, akkor nagyon szívesen elmondom én is, hogy rám is milyen nagy hatással volt Andrásnak az írása. Ugyanis a mostani történetírásban, hát de ez nem csak a most aktív kollégáknak a jellemzője, kicsit ilyen iparszerűvé vált a szakma. Tehát sokan bekerülnek különböző pozíciókba, és akkor meg kell írni az első számú disszertációt, meg kell írni a kettes számú könyvet, és akkor valahogy úgy, mint egy gyárban készülnek a termékek, ugyanúgy készülnek ezek a könyvek is. Na most az András az ennek pontosan az ellenkezője, hiszen ő egy a szó legtágabb értelmében vett, és legszebb értelmében vett igazi értelmiségi, akit problémák érdekelnek, és azt, hogy az ebben a problémával kapcsolatos gondolatait kifejezze, arra mindig keresi a megfelelő műfajt. És ezt hol egy Kierkegaard tanulmányban találja meg, hol a 56 és az ENSZ kérdésében, de őt az érdekli, hogy az alkotó és a demokratikus humanista gondolkodásra képes emberek mikor és hogyan mit tudtak tenni azért, hogy jobb legyen a mi világunk. És ez ehhez a beállítottsághoz egy mérhetetlen szorgalom kapcsolódik, és türelem. És zárásul csak annyit, hogy ugyanakkor egy fantasztikus csapatmunkás, aki mindenféle projektekben mindig megtalálja a maga helyét, és számomra is nagy öröm volt és megtiszteltetés, hogy együttműködhettem vele ennek a könyvnek a elkészítésében is. Köszönöm szépen! Azt gondolom, hogy egy nem hétköznapi, vagy nem átlagos könyvbemutató részesei voltunk, és ez azért történhetett így, mert egy nem átlagos és nem hétköznapi könyv volt az, aminek a tiszteletére összegyűltünk. Nagyon köszönöm mindenkinek a figyelmét, az idejét. Én magam is gratulálok elsőként az este folyamán Andrásnak, és azt gondolom, hogy azok a gondolatok, amelyek most fölvetődtek a hozzászólások során, azok mód felett alkalmasak arra, hogy további szakmai kihívásokat közvetítsenek, inspiráljanak újabb kutatásokat, vitákat vagy párbeszédeket, amelyeket egy sokkal rugalmasabb együttgondolkodási műfaj keretén belül fogunk tudni majd folytatni a továbbiakban. Köszönjük szépen még egyszer mindenkinek, viszontlátásra, szép estét!